Kedves közönség, hölgyeim és uraim, most jut eszembe, még el sem mondtam azt, hogyan kerültem ezekre a deckákra, amit jelenleg linolom. Mindegy, lemezen nem látszik, nem érdekel. Szóval felkerestem Szendrő Józsi bácsit a Fészek klubban, éppen ottan kerteliségben ebédelt. Mondom neki, hogy tiszteletem, direktor úr, kérem, szeretnék színész lenni. Azt mondja, most? Vagy megvárja, amíg lenyelem. Mondom, hát csak nyugodtan, tessék megebédelni, nem sürgős nekem, persze, nyugodtan, tessék csak. Aztán fölkeltünk az asztaltól, este felé, és ahogy megyünk a kerthelyiségből, Józsi bácsinak ide esett egy makaróni, de rá az ingre. Azt mondja neki a pincér, művész úr, kérem, egy makaróni van az ingén? Na és? Ki van fizetve, nem? Na, aztán felmentünk az első emeleti előadó terembe, azt mondja Józsi bácsi, na, mutasson valamit. Inkább tessék kérdezni. Na, mondjon valami vidám verset. Adi Endre, Góg és Magóg fia vagyok én. Meg fogok szakadni a röhögést. Hát, azért én mondtam a verset, ott tartottam, hogy fülembe forró olmot öntsetek. Az enyémbe is. Ölék. Abba hagytam. Énekeljön. Énekeltem. Ölék. Abba hagytam. Táncoljon. Táncoljon. Ölék. Abba hagytam. Ide figyelje. Magába valami mocorog. Ez vagy tehetség, vagy kukac. Majd kiderül. Ide figyelj. Leviszem magát a debreceni Csokonai Színházhoz, adok magának 1300 forintot egy hónapra, ölég. Hát mondom, hónapra igen, de mára még kéne valami. Azt mondja, aztán hun fog lakni. Na hát mi a lakás, az nincsen. Hát mondom, akkor az állomáson a váróterembe. Ez az. Ilyen színészkő nekem. Ez. Akkor a gázsia 1400. Mondom, Józsi bácsán, hirtelen most miért emelt nekem 100 forintot? Miért? Hát 100 forint köll a peronjegyre. Aztán mondja csak, hogy hívják? Mondom, Hoffmann Géza. Hoffmann? Ha, mi maga képkeretező? Mondom, dehogy vagyok képkeretező. Azt mondja, na, még lehet. Azt mondja, na de ez a néved nem jó. Józsi bácsi, de idáig jó volt, most már nem jó. De hát miért? 1400 forinté lefoglalja az egész plagátot. Valami rövidebb nevet vegyen föl. Na hát, akart mindenki segíteni a színháznál, mi legyen a nevem. Volt egy szakember, aki szintén akart segíteni, nevét nem mondom meg. Nincs. Jó van, egy-kettő ismeri. Na szóval azt mondja nekem, hogy kérlek szépen, legyen a neved mondjuk H-val, a harmad Géza. Azt mondja Józsi bácsi, nem jó. Ez a gyerek, ez parodista akar lenni, nem pedig virágénekes. Nem jó. Valami más neve legyen. Akar segíteni a színház titkárnő, és azt mondja, mindenkit problémázni ennyit, vegye fel a felesége nevét. Ez az. Hogy hiák az asszon? Voncsák Margit. Nem jó. Mondom, Józsi bácsi, engem a gimnáziumban úgy beszéltek, gimnázium? Ó, ne dicsekedjen. Tényleg engem úgy beszéltek, hogy Hofi. Hadd legyek én Hofi. Nem jó. Józsi bácsi, próbálja egymás után elmondani háromszor, négyszer, hát, ha megtetszik közben. Azt mondja Józsi bácsi, hogy jó, a rendben van. Legyen. Na mindjárt elkezdik legépelni a nevemet, két F-fel és Y-nal. Azt mondja Józsi bácsi, ne Y-nal, kezdj csókolom, Ivel. Kivették a papírt a gépből, leírták két F-fel és Ivel. Ne két F-fel, kezdj csókolom,
egyelfel, kivették a papírt a gépből, legépelték. Egyelfel is ívás, majd ideges volt a gépiről nő. Direktor úr, ó, hajt még valamit? Hogy a fenében? Az elején nagy háva.